Hatalmas lángokkal égett egy hulladéklerakó telep Szolnokon a Kőrösi úton. A helyszíre érkező tűzoltók óriási erőfeszítésekkel próbálták megfékezni a tüzet. A környező épületekből 15 gázpalackot hoztak ki, amelyeket nem ért hőhatás. A tűzoltók munkáját munkagép is segítette, amellyel szétválasztották az égő és nem égő hulladékot. Ennek köszönhetően hamarabb kihűltek. Körülbelül 9000 négyzetméteren égett egy hulladéklerakóban felhalmozott papír, illetve műanyag hulladék. A 7000 négyzetméteren égett maga a hulladék, illetve 1600 négyzetméteren papírbálák lángoltak. Ezek nagyjából 1000 tonnát tettek ki, és egy ilyen 1500 bálának feleltek meg. Több településről érkeztek tűzoltók a helyszínre, Szolnok mellett Ceglédről, Jászberényből, Mezőtúról, illetve Kunszentmártonból érkeztek egységek a helyszínre. Ők több oldalról több vízsugár, habsugár, illetve vízágyú segítségével avatkoztak be, és figyeltek arra, hogy a tűz ne terjedjen tovább más hulladék halmokra. Egy egység a telep külterületén tartózkodott, mert ott volt egy napraforgó tábla, és azt akadályozták meg, hogy a lángok a napraforgóba belekapjanak. A tűz miatt egy ideig a közeli vasúti vágány forgalmát is korlátozni kellett, mert a látótávolság jelentősen lecsökkent. Sok tűzoltó autó nagyon hangosan egymás után érkezett itt a környéken, utána a rendőrautó, és utána megláttuk, hogy nagy füst felhők keletkeztek. A helyszínen volt a katasztrófavédelmi mobillabor is, amely folyamatosan mérte a levegőbe kerülő veszélyes anyagok mennyiségét, de ezek lakott területen egyik helyszínen sem érték el az egészségre ártalmas koncentrációt. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tüzet csak napokkal később sikerült eloltani.